úgy érezzük, van elég erőnk ez a mai témánkhoz? A 35. Zsoltár. Bekopog Dávid az ajtónkon, és folytába panaszkodni fog. Én nem tudom, hogy önöknek ma hányan panaszkodtak már, hogy ki az, aki már nem egy telefont rakott le, hogy, hogy hú, ezt is végig kellett hallgatnom, de ma aztán egy valódi panasz áradat fog ránk zúdulni, de hogy most mégse állítsák le ezt a videót. Azért hadd mondjam el azt, hogy ez a mai témánk, hogy csalódás emberekben, ez az egyik legfontosabb kérdése az életünknek. Csalódtunk már, és csalódni fogunk. Csalódások után vagyunk, és csalódások előtt vagyunk. Sőt, van, hogy nem mi mások, hanem mi vagyunk azok az emberek, akikben majd mások fognak csalódni. Szóval az egész életünk egyik leggyakoribb helyzetével van dolgunk. Na, de mit is panaszkodott annyi Dávid? Hallgassuk meg a 35. Zsoltár verseit. Dávidé, perej uram a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözői útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben, az Úr angyala űzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós, az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vermet lelkemnek. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanúk állnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, bőt gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülötte. Mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megotlottam, és összegyűltek, Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyenélők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorították rám. Ó, uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet, tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között, magasztallak téged ne örüljenek rajtam hazug ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és ne kacsincsanak össze. Mert nem beszélnek békességgel, hanem állnak dolgokat, koholnak azok ellen, akik békéseke földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondják. Láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó uram, ne hallgas, ó uram, ne légy távol tőrem. Kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot, ó Uram Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha-ha-ha. Vágyunk teljesült, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik körülnek, hogy bajban vagyok szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon. Mint csak egy hétköznapi jelenet lenne egy társasházban, Kilépek az ajtón, pont amikor kilép a szomszéd. Rám néz és azt mondja, hát képzeld, mi történt velem. És már ömlik is a szájából a keserűség, a szomorúság. Az ember gyakran ilyen szomszédja a menyei atyának is. Pereljul a uram velem perlőkkel, harcolja az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot és vértet és kejföl segítségemre, Mondja a kétségbe esett, megterhelt, csalódott ember, aki emberekben, embertársaiban csalódott. Nem akár milyen batyut hord a hátán Dávid. Talán a mi hátizsákunkból sem hiányzik sok esetben az, amit ő itt felsorol, bántás, ellenem harcolnak. Szegez dárdát, rekezd el üldözői múltját, Mond lelkemnek, én vagyok segítséged. Ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, vajon milyen nekünk az, amikor hátba támadnak bennünket? Milyen az, amikor anélkül, hogy megmondanák, szemünkbe nézve? Na Dávid nem kevéssel érte meg ezt. Katonái árulták el, családjából fordultak ellene. Pontosan tudja, hogy mik ezek a gondok, és nincs neki más villámhárítója, mint hogy Isten elé megy, és elmondja Istennek, jól teszi? Jól tesszük, ha mi is inkább ehhez folyamodunk váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Mondja Dávid a megoldást, a megoldás képletet, tele nyugtalansággal, békétlenséggel, indulattal. Vajon mi meddig és milyen szívesen hallgatnánk a szomszéde fajta szavait? Istenünk jó szomszéd! pontosan látja, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és mennyire nehezen dolgozza fel az érzelem világunk a bántást, a hátba támadást, ha megaláznak bennünket, vagy ha hazudnak nekünk, hamis tanuk állnak elő, mondja Dávid, és félrevezetik az embereket vagy hálátlanok. Azt mondja, amikor ők betegek voltak, én mindent megtettem értük, mintha barátom, testvérem volna, sőt, mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Van nehezebb teher a hálátlanságnál? Amikor úgy érezzük, hogy a szeretetünk, amit mindenestől adtunk a másiknak, felesleges volt, hiába való, és csak a bolondját járatták velünk. Sőt, Dávid arról is beszámol, hogy ezek az embertársai kár örömmel gyűltek össze, amikor megbotlott és elesett. Kár öröm, mennyire tud ez fájni? Persze, más esetekben mondjuk, hogy a kár öröm a legtisztább öröm, mert nincsen benne semmi önzés. De milyen furcsa is az emberi gondolkodás. Föltátották rám szájukat, és hahotázva mondták, láttuk a saját szemünkkel hogy milyen szánalmas, milyen esendő, milyen botladozó ember volt. Ráadásul még ki is gúnyolják. Szóval amikor már túl vagyunk egy-két csalódáson, bántás, hátbatámadás, hazugság, hálátlanság, káröröm, gúny, akkor mehetünk az Istenhez, de már menet közben menjünk minél hamarabb, mert ezek a terhek nagyon nehezek, és mondjuk, mondjuk neki, de mit mondjunk, vajon tanulhatunk itt Dávidtól? Dávid azt mondja a 9. versben, hogy lelkem pedig végad majd az Úrban, és örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt, a rablójától. Az ember számára csak ez lehet a vígasz és a reménység, hogy Istenben megtalálhatom a békét és az örömöt a bántások idején is. Istenhez mehetek akkor is, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőlem. Igen, az emberek elhagynak és elfordulnak. Mivel minden embernek, vagy ahogy a mondás mondja, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért sokszor a legváratlanabb, vagy pont a legalkalmatlanabb pillanatban hagynak magunkra minket, ne haragudj, most, most nem számíthatsz rám már megint mit kínlódsz, hagyjál már ezzel, nincsen nekem elég gondom, azt gondolod? Szóval lehet, hogy csalódnunk kell majd emberekben, de mehetünk az Istenhez, és menjünk az Istenhez. Vajon szabad az Istennek keseregni? Szabad az Istennek panaszkodni? Szabad bekopogni a szomszédhoz, kinyitni az ajtót, és ne haragudj, ezt most el kell mondanom, és egyébként nem tudom, megfigyeltük, ez a hosszú panasz Zsoltár 28 versből áll valaki megáll az ajtónk előtt, és 28 mondjuk percen keresztül mondja, mondja, mondja. Az Isten bírja ezt. Az Isten kibírja, elviseli, elhordozza. Mi csak mondjuk, ő hallgat és néz ránk. Megvárja a végét. Most ott sem jut szóhoz. Ebben a Zsoltárban Isten nem szólal meg. Isten igazából nem is tudja teljesen megsegíteni Dávidot, Dávid is csak elképzeli, hogy majd, ha megszabadítasz, akkor én leszek a legboldogabb, majd, ha megszabadítasz, és jól megalázod őket, és jól megmutatod nekik, hogy te vagy az én Istenem, és nekem van igazam. Olyan érzése van az embernek, mintha ez a Zsoltár igazából nem is fordulna győzelemre, mert a panaszon és a szabadítás követelésén kívül szinte másból nem is áll ez a Zsoltár. Még, még jó, hogy Dávid nem ezt az egy Zsoltárt írta, hanem máshogy célba ér. Van, amikor az imáng csak egy nagy kibeszélés, csak egy nagy szívkiöntés az Isten előtt. Végül is a Zsoltár végén elhangzik, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik, nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon, de a Zsoltár nem ért célt, illetve azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Dávid elmondta, és ebben azért benne van egy-két győzelem, ha ezek még nem is teljesek. Először is, hogy nem valaki másra zúdította rá maga elégedetlenségét. Ez már győzelem, hogyha kibírjuk, hogy nem valakinek a zsákjába átpakoljuk az összes terhünket. Minden bántást, támadást, hálátlanságot, kárörömet, gúnyt, ami csak rosszul esett nekünk. A második dolog, hogy Istennek elmondta, Istenre rábízta, őszintén elmondta. Az Istennek mondott szavaink nem mindig hallelujázó énekek, nem mindig nagyszerű prédikációk, imádságok. De az Istennek mondott szavaink mindig lehetnek őszinték, és az őszinteséghez hozzátartozik az is, ha vele beszélünk a panaszainkról. Amikor Isten meghallgatja mi furcsa beszédünket, akkor csöndesen, elnézve minket, végighallgatva bennünket, meg fogja találni az utat és a módot, mivel mi eltaláltunk hozzá, bekopogtunk az ajtaján, meg fogja találni az utat és a módot, hogy valahogy elterelje a figyelmünket önmagunkról és a sebeinkről. Ó, Uram, meddig nézett szabad is meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánuktól? mondjuk el neki, bízzuk rá, menjünk hozzá, láttad mindezt, óram, ne hallgass, óram, ne légy távol tőlem. Néha úgy érezzük, úgy érezhetjük, hogy az Isten messze van a mi problémáinktól. Néha azt mondjuk mi is, mint Dávid, kejj föl, ébredj, szolgáltass igazságot. Istenem, al szól. nem látod, mi folyik itt. De ott van a Zsoltár végén ez a néhány előremutató mondat az a mustár magnyi hit. Végadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Tudom, Istenem, hogy egyszer majd azt mondják mások is, nagy az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgái előmenetelében. És Istenem, el akarok oda jutni én is, hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet, a te szépségedet, a te jellemedet, jóságodat, kegyelmedet minden napon. Talán egy kicsit sok volt most ez a panasz, Istenem. Talán most kiborult, kibudjant belőlem minden. Talán szégyellem is, hogy 27 vers után mondom először azt, hogy olyan szép vagy, olyan jó, hogy vagy. És az egész csak rólam meg a rossz emberekről szólt. De Istenem, olyan jó, hogy Te vagy az Isten, aki ezt is imának nevezett. Olyan jó, hogy Te vagy az az Isten, aki a bajainkkal és a mi bajosságunkkal együtt szeretsz bennünket olyan jó, hogy újra és újra meglátom a te szépségedet, az emberi gonoszsághoz mérten és a magam kicsiny törékenységéhez mérten. Olyan jó, hogy ez a szépség az én reményem, a te jellemed. Olyan jó, hogy tanulhatom minden nap rád bízni magamat. Még akkor is, hogyha adott esetben ez a rád bízni magamat, azt jelenti, hogy kiborulósi imát mondok. Boruljunk ki, de nem magunkban. Ne pusztán másoknak, menni az Istenhez, emberekben való csalódásainkat nem gyűlölködéssel levezetni, nem másokon törleszteni, vagy bosszú tápolni a szívünkben, nem mások felé panaszkodni, jaj, de sokszor megtettük már. Nem másokat terhelni meg ezzel, menni az Istenhez, és lehet, hogy csak a végére jutunk oda szinte kapaszkodás szerint, hogy ó, Uram, a Te igazságod és dicsőséged, az az én reményem, minden nap, minden nap, minden nap. Minden nap menjünk az Istenhez. Úgy, ahogy vagyunk. Öntsük ki előtte szívünket. Nála vezessük le, felé osszuk meg indulatainkat, előtte osszuk meg félelmeinket. Legyen ő az, akire ilyenkor felnézünk, és belefolytjuk a szót. Meg se tud szólalni, csak mondjuk, 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 nem baj. Az ő fülei nem fáradnak el hallgatni a mi küzdelmeinket. Örül, hogy végre kikötöttünk nála. Örül, hogy végre vele beszélgetünk. Örül, hogy végre segítséget kértünk. Úgy legyen.